Hello zusammen! A mai videóban megint csak a német fizetésekről fogunk beszélni, viszont nem az én tapasztalataimat fogjátok megint hallani, hanem Attiláit, aki megtisztelt azzal, hogy elhívott a saját otthonába, és ott fog nekünk mesélni az ő általa bejárt útról itt kint Németországba. Ő már régebb óta van kint, mint én, ő 2013-ban érkezett Németországba, rengeteg beosztásban dolgozott, már volt már szerelő, építésvezető, csoportvezető, úgyhogy van miről mesélnie. És képzeljétek el, hogy megtisztelt engem és titeket is azzal, hogy meghívott az otthonába, és ott fog nektek mesélni a tapasztalatairól. Fiúk, lányok, megérkeztünk Attilához. Elsőnek, Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy segítesz, és hogy ezt a ködöt, ami a magyar emberek fejében van, segítesz eloszlatni. Mert ugye az előző videóban, hát egy videó volt, amiben én mondtam nektek, hogy én mennyit keresek, megmutattam a loncettelemet, a fizetéspapíromat, és rengetegen írták, hogy én ennyiért ki se jönnék dolgozni, 3-4 ezer eurót lehet itt keresni, én ott elmondtam a véleményemet, de a negatív kommentek hatására úgy döntöttem, hogy keresek embereket, akik partnerek ebbe és elmondják a saját tapasztalataikat, és szerencsére képzeljétek, Attila rám írt egy pár napja, és most ő neki fogok ilyen interjú jelleggel feltenni kérdéseket, beszélni fogunk az ő tapasztalatairól, hol dolgozott, miket csinált, mik az ő észrevételei, fizetésekről is lesz szó, nem úgy, mint más youtubereknél vagy videókban, hogy hát igen, húzzák a szájukat, itt ugyanúgy kész tényeket fogtok hallani, mint az én első videómban. Úgyhogy ahelyett, hogy én beszéljek, inkább akkor Attilának. Attila, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mikor jöttél ki, miért jöttél ki, és mi volt az első munkád? Tehát akkor 2013-ban jöttem ki. Miért? Az nagyon egyszerű. A jobb életkörülményekre való tekintettel legalábbis a remény, hogy jobb lesz. És én úgy kezdtem, mint acélszerkezeteknek a szerelésével foglalkozó szerelő. Az első munkám 2013-ban. Másfél évet dolgoztam egy cégnél, amelyik ilyen acélszerkezeteket szerelt. Nem volt rossz munka, úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas nagy puzzle-t. Uh-huh. Rajzok alapján kellett a vasgerendákat összeilleszteni és összecsavarozni. Nehéz volt, napi 10 órát dolgoztunk. Hát akkor kerestél 4000-et, ugye? Igen, pontosan 4000-et, mínusz egy kicsi, tehát nekem az első fizetésem az első 3 hónapban az úgymond próbecáj, tehát a próbaidőn 1200 eurót kerestem, írva és mondva, utána viszont megemelkedett 200 euróval, az azt jelenti, hogy kézbe kaptam 1400 eurót, hangsúlyozom, ez napi 10 óra volt, havi 200 óra, illetve hát néha szombaton is, néha vasárnap is, attól függ, ahogy az építkezések megkívánták, de céglakást azt a cég adta, ingyen és bérmentve, tehát nem kellett lakásra fizetni, tehát azt lehet mondani, hogy ebből az 1200, illetve 1400 euróból tulajdonképpen csak élni kellett, tehát ennivalót megvenni, és a többit azt úgy le lehetett tenni. És hogyha miután ez a másfél éved letelt, utána jött egy másik cég, ugye? Utána váltottam, igen, akkor átmentem. Tehát ez a cég, ahol voltam, ez az acélszerkezeteknek a szerelése, ez egy német cég volt, de mind-mind magyar alkalmazottakkal. Tehát nem volt egyetlen, a tulajdonoson kívül nem volt német alkalmazottja a cégnek. Utána gondoltam, hogy váltok, mert hallottam, hogy talán egy picit többet lehetne keresni máshol, picit jobbak a körülmények, főleg a körülmények miatt, és akkor átmentem egy olyan céghez, ahol nem csak a tulajdonos volt német, hanem a munkatársaim is németek voltak. Időközben megtanultam valamennyire németül, mert természetesen úgy jöttem ki, hogy, hát nem természetesen, de sajnos úgy jöttem ki, hogy német tudás az nem volt. Másfél év alatt egy picit fejlesztettem magánúton magam, és a második cégnél már a németek között, egy teljesen más körülmények között, fizetésben is egy picit másképp, mert akkor már megkerestem az 1600-1800 eurót, tehát ott is az első fizetések ilyen 1600 euróról szóltak, aztán egy fél év után felment 1800 euróra, de még mindig egy sima munkás voltam, tetőszerkezeteket csináltunk, nem fából, tehát nem ácskodtunk, hanem egy úgynevezett fóliás tetőket
Tehát, ez nekem nem sokat mond, de... Igen, itt vannak ezek a lapos tetők, amikor tulajdonképpen fóliával vannak födve, olyan PVC fólia ez, igen, amit le kell heggeszteni, tehát egymáshoz kell ragasztani, és jaj, a végén, tudom. Igen, okay. És a végén beszórják kővel, vagy egyszerűen csak úgy hagyják, ez itt nagyon-nagyon jellemző, főleg az ipari épületeken. Tehát bent az Audiban nagyon jellemző, vagy akár a Kauflandnak a teteje, ezek, uh-huh, ezek általában így szoktak lenni. És hát úgy, mint normális segédmunkásként kezdtem, aztán felmentem munkás státuszba, és mondom, 1800 eurót kerestem, de ott már viszont csak 167 órát dolgoztam egy hónapban, tehát azt jelenti, hogy az a napi 8 óra volt, illetve csütörtökön egy picit hosszabb, ellenben pénteken már télbe vége volt a munkaidőnek. Hétvégén szinte soha nem kellett már dolgozzunk. Nem volt céglakás, ami ugye azt jelenti, hogy hozzájárult egy plusz költség, akkor már saját magam kellett a lakást fizessem, de kaptunk egy úgynevezett kiszállási pénzt pluszba, ami napjára az 12 euró volt, és az azt jelenti, hogy azt adómentesen kaptuk meg a hónap végén, tehát egy olyan 240 euró plusz kiegészítés rájött mindig a fizetésre. Tehát azt jelenti, hogy akkor már az 1800 euróból megkaptál 2000 euró körül megvolt kézbe. Ebből természetesen ebből kellett megélni. Akkor a második munkahelyed az már munkaidőben is jobb volt, fizetésben is jobb volt, ugye volt ez a kiszállási pénz, de ugye hozzájött a lakás költség, igen, akkor ha már úgyis tisztán beszélünk, akkor megmaradt 1200 euród a 2000 euróból, vagy azért több maradt meg? Pontosan annyi maradt meg, mert akkoriban 800 euróért béreltünk egy kétszobás lakást, és pontosan, hogy 1200 euró maradt meg, tehát abból még nem ettünk. Tehát végeredményben majdnem ugyanott voltam, mint a régi cégemnél, ahol 1200 eurót kerestem, nem fizettem lakást, de fizettem 300-400 eurót az ételre, tehát akkor kifizettem a 2000 euróból a lakást, megint kifizettem, és a végén megint ugyanott voltunk, de akkor már úgy éreztem, hogy igazából a magam ura vagyok, mert mi béreltük a lakást, nem a cégtől fügtem, nem függtem annyira egy cégtől. Tehát igen, a céglakásban laksz, az ki vagy szolgáltatva, mert akkor nem ugrunk egyik munkahelyről a másikra, mert akkor lakást is kell keresni. Akkor legalább a munkaidőd az jobb volt már igazából, meg maga a munka is, amit végeztél, de viszont fizetésben ugyanannyit maradt, mint fizetésben, nettóban, hogyha mindent összevetünk, ugyanannyi maradt, mint előtte. Uh-huh. Mint előtte, mikor kijöttem. És ezután a munkahely után jött? Ezután a munkahely után jött egy radikálisabb változás. Egy kémiai céghez jelentkeztem, akik hál' Istennek fel is vettek, és... Ja, bocsánat, hogy szabadba válok, akkor te jelentkeztél, nem kopogtak be, hogy keresel 3000 eurót szeretnél. Én jelentkeztem, egy kisebb kémiai cég itt a közelbe, egy új... Hát ez standort, az, hogy mondjuk... Kirendeltség, igen. Egy új kirendeltséget létesített itt a közelbe, és oda kerestek segédmunkási pozíciótól egészen... Produkcióslájter, gyártásvezető. Igen, műszakvezetőik, mindent kerestek, mindenkit kerestek, és az igazság az, hogy gondoltam, hogy hát mi baj lehet belőle, megpróbálkozunk, hát hogyha... Úgy adtam be az önéletrajzomat, hogy nem írtam bele, hogy milyen pozícióra szeretnék jelentkezni, csak egyszerűen az volt, hogy szeretnék önökhöz jelentkezni, és itt az van az önéletrajzom. És fel is hívtak, egy nagyon jó ízű beszélgetés a tulajdonossal, az egyik tulajdonossal, hisz három tulajdonosa volt a cégnek, visszahívtak egy második megbeszélésre, és akkor már találkoztam a másik két tulajdonossal is, és elmondták, hogy hát igen, az önéletrajzom alapján úgy látják, hogy esetleg többre is képes lehetek, mint akár egy sima segédmunkás, de természetesen először kezdjük úgy, betanulás jelleggel, mint egy munkás, mint egy betanított munkás, és akkor ez a folyamat 3 hónapig
legyen érvényben, és akkor 3 hónap után leülünk megint beszélgetni, hogy hogy tetszik, mit gondolok, ők mit gondolnak rólam, és milyen jövő képet tudnak akkor nekem ajánlani. Az első 3 hónapban 3 váltásban kezdtem el náluk dolgozni, mindegy, simán segédmunkás, munkás, nem volt rossz munka, ahhoz képest, hogy úgy, mint tetőszerelő, akkor mindig kint voltunk, fújt a szél, esett az eső, havazott, itt most bent voltunk mindig, gépekkel dolgoztunk, számítógépekkel, illetve különböző ipari gépekkel, napi 8 órában volt a munka itt is, szombat-vasárnap soha nem kellett dolgozzunk. Nagyon jó társaság volt, voltak németek is a termelésben, voltak magyarok is, voltak románok is, tehát tényleg egy nemzetközi társaság, de viszont egy nagyon jó, kompakt társaság volt, nekem nagyon-nagyon tetszett. Volt egy német váltásvezetőm, akitől rengeteget tanultam. 2 hónapot dolgoztam úgy, mint munkás a termelésbe, és akkor azt mondták az utolsó hónapra, hogy akkor most nézzük meg, hogy menne az iroda. És akkor beültem egy termelésvezető mellé 1 hónapra az irodába, napi 8 órába, tanított, figyeltem a tevékenységeit, figyeltem a feladatait, magyarázott, bevezetett lassan a termelésnek a rejtelmeibe. És itt a kémiai cégnél itt pénzösszegben mennyit kerestél? Tehát itt én tulajdonképpen a tanuló fizetésem az 1800 euró volt. Bocsánat, nettó vagy bruttó árakról? Ez nettó volt. Tehát itt nettó fizetésként erre a 3 hónapra az ajánlat 1800 euró volt, ami nekem megfelelt, mert a munka könnyebb volt. Ugyanúgy ugye céglakást természetesen nem biztosítottak, de viszont 8 órába, és éreztem a munkahelyen azt a lehetőséget, hogy továbbfejlődhetek, és ezért akár a kisebb jövedelemre is az elején igent mondtam, mert azt mondtam, hogy hosszú távon ez valahol majd kompenzálódni fog. És eltelt ez a 2 hónap, úgymond, segédmunkás idő, és a 3. hónapban mondták, hogy jó, akkor ülj be az irodába, itt emelkedett a fizetésed? Nem. Itt ugyanaz, sőt, nem emelkedett a következő 9 hónapban összesen. Tehát a 3 hónap, akkor a 3 hónap után leültünk beszélgetni, és azt mondták, hogy tetszik, amit látnak, pozitív, hogy gondolom én, részemről is nagyon pozitív volt minden, akkor mondták, hogy jó, most csináljuk azt, hogy megkapok egy vonalat. Tehát tulajdonképpen egy termelési vonalat. Nem egy egész váltást, hanem a váltáson belül egy termelési vonalat. Tehát volt egy gép, tegyük fel, amelyiken dolgozott 4 személy. Igen. Futószalaggal rendelkező csomagológép, mondjuk azt, amelyen dolgozott 4 személy, és akkor megkaptam azt a vonalat, és tulajdonképpen egy ilyen Linienführer lettem, ami másképp egy ilyen vonalvezető. Furcsán jön ki, de tulajdonképpen egy ilyen Linienführer lettem. Ez volt az első lépés feljebb, de viszont hangsúlyozom, ugyanaz a fizetés maradt, tehát nem változott semmi. Nem is volt ezzel probléma, hál' Istennek hamar magamévá tettem a kellő tudást, így ahogy mondod, és akkor 1 hónap után jöttek megint, hogy na hát ez akkor jó megy, szeretnék esetleg egy lépéssel tovább lépni és váltásvezetőtő lenni. És mondtam, hogy természetesen szeretnék. És mondták, na jó, hát akkor próbáljuk meg. Jelzem, az anyagíró még mindig nem esett szó, nem is érdekelt. Szóval érdekelni természetesen érdekelt, de nem csináltam bele problémát, mert úgy gondoltam, hogy igen, ha eljön az idő, hogy letettem már annyit az asztalra, akkor maguktól ők ezt észreveszik, és akkor majd jönnek azzal, hogy azon is változtassunk. De egyszer, ugye, hallám, mit tudsz te? Itt ez a nagy kérdés. És azt látom mindig a problémának, hogy nagyon sokan kezdésből egy új munkahelyen azt várják el, hogy csokolom, én szeretnék 2000 eurót keresni. Hát jó, de mit tetszik tudni letenni az asztalra, mert én bele tudok írni az önéletrajzba bármit. De abból, hogy mi igaz, vagy abból tényleg én mit tudok megvalósítani, az akkor derül ki, mikor
mikor tényleg dolgozunk. Én, mivel hogy végigjártam a szamállétrát, én látom mind a két oldalt. Én megértem azt a munkást is, aki egyből odajön és 2000 eurót szeretne keresni, és megértem azt a cégvezetőt is, aki úgy érzi, hogy mindenkiben megvan a rizikó. És miért adjak neked kezdésből 2000 eurót, amíg még nem bizonyítottál nekem egy percet se? Akkor mondjuk azt, hogy és akinek van türelme kivárni ezt az időszakot, és azt mondja, hogy igen, akkor én megpróbálok bizonyítani ez az időszak alatt, és akkor a végén csak kompenzálódik a dolog, annak több esélye van, de én, tehát vannak, igaz, vannak negatív példák is, hogy az ember nyomja, mind a süket a csengőt, és a végén mégse kompenzálódik a dolog. Sajnos vannak ilyen dolgok is, de úgy, mint vezető, ugye, és tényleg egy komoly cégeknél ott azt várják el, hogy egyszer valamit letegyél az asztalra, mielőtt az anyagiakban tovább lépnénk. Akkor ez nem úgy volt, hogy te szaktudás, képesítés, nyelvtudás nélkül kerestél 2000 eurót, akkor ez nem, te ezt nem vártad el a cégtől, hogy neked adjanak ennyit? Természetesen nem, mert én tudtam, hogy én is, tehát én a kémiába, mivel nekem elektrotechnikus a szakmám, én a kémiába nem voltam abszolút jártas, és ez én is meg kellett ezt a dolgot tanuljam, és tudtam, hogy a tanulásnak ára van. És tulajdonképpen kaptam egy, idézőjelben mondom, egy tanulói fizetést, ugye, kezdetnek, utána pedig gondoltam, hogy hát igen, hogy ha főnnebb lépek a ranglétrán, akkor bizony jobb lesz a helyzet. És nem is tévedtem, mert mikor elvállaltam a váltásvezetői állást, akkor rá egy hónapra maguktól megkerestek, és mondták, hogy na, akkor ön itt dolgozik nálunk most már lassan 9 hónapja, és akkor megegyeztünk önnel, hogy leülünk megint beszélgetni a fizetésről, és akkor üljünk le, és beszéljünk meg. És akkor megemelték, hát 1008-ról 2002-re emelték meg. 400. Most azért mondtam ezt ilyen lassan, mert ugye bruttó emelés volt, csak hogy körülbelül az a nettóban ennyi, tehát nem volt az emelés most egy világbajnok emelés, de nem is tudtam akkoriban, hogy mik az elvárhatók. Tehát el sem tudtam képzelni, hogy beírod az interneten, hogy mennyit a Google-be, hogy mennyit keresek úgy, mint váltásvezető. És a Google kiad neked egy bruttó számot, hogy hát körülbelül, nem tudom, 22 000 eurót évente bruttóba. És akkor onnan abból következtetsz, hogy na, hogy mióta vagy váltásvezető, milyen szakákban vagy váltásvezető, és nehéz, hogyha nincsen senki, akitől ilyen szempontból információkat kapjál, akkor nehéz, hogy tényleg reális most ez a 600 eurós fizetésemelés, vagy nem reális. Ezt így nehéz megmondani. Végül aztán rájöttem, hogy ez reális, mert tényleg így működnek Németországban a dolgok. Akkor váltásvezetőként nem dolgoztam olyan nagyon-nagyon sokat, hanem miután egy éve már váltásvezető, nem egy éve, hanem egy éve dolgoztam a cégnél, akkor megkaptam viszont az egész kirendeltséget úgy, mint produkcióvezető, tehát termelésvezető. Na, illetve ott akkor, amikor termelésvezető, akkor már nekem saját elképzelésem volt a fizetésemről, úgyhogy én már meg is mondtam neki akkor egy összeget, hogy én ezt úgy szeretném csinálni, hogy én szeretnék keresni körülbelül egy 2500-2600 eurót kézbe. Nem érdekel mennyi a bruttó, nem érdekel, hogy milyen, én ennyit szeretnék akkor kézbe kapni. És mondták, hogy hát igen, ezzel nincs semmi gond, csinálgassam, és hogyha úgy látják, hogy jól csinálom, akkor megadják. Hát 2 hónapra rá megadták ezt a fizetést. Akkor tartották a szavukat. Tartották a szavukat, és akkor tehát ennek volt egy 3500-3600 eurós bruttója, ami egy 2500-2600 eurós nettó fizetést eredményezett. És természetesen azt hozzá kell tenni, hogy évente kaptunk nyereség bónuszt, tehát a nyereség utáni
elosztásból. Igen, ez már ilyen szíves, hogy mit jelent ez a nyereségbónusz? Hát az úgy, hogy a cég termelt, tegyük föl egy 100 000 eurós nyereséget egy évben, és akkor azt mondja, hogy abból csinál egy 100%-os visszaosztást a munkásoknak. És ki milyen pozícióban van, bizonyos százalékot kap ebből a, ebből a nyereségből. Az azt jelentette, hogy általában egy sima segédmunkás kapott ilyen 500-600 eurót. Természetesen ez egy brutto összegről beszélünk, uh-huh. Tehát ebből sajnos még adózni kellett. Egy nagyobb beosztásban lévő, mondjuk egy váltásvezető, az már ilyen 1000 eurót kapott. Én kaptam évi 3000 eurót plusz bónuszt. Az egy egyszeri évi, tehát ez egy 13. havi fizetés. Körülbelül úgy. Hangsúlyozom, nem volt se karácsonyi pénz, nem volt se szabadságpénz, külön, semmi. Tehát nem voltak más anyagi juttatások. Ez volt, hogy ebből a nyereség visszaosztásból én kaptam 3000 eurót minden évben egyszer. Uh-huh. Ez egy teljesen korrekt eljárás. Nézd, itt Németországban se a karácsonyi pénz, se a szabadságpénz nem kötelező. Nagyon sok cég azért nem írja bele a karácsonyi pénzt a fizetésébe, az a szerződésedbe, hogy ne legyen az, hogy te a végén valamivel tudsz kopogtatni, ha nem kapsz. Viszont annak ellenére nagyon sok cég ad neked karácsonyi pénzt. Mert hogyha megteheti, akkor ad, mert a munkásnak az a, mondjuk azt 500 euró, az nagyon jól esik karácsonykor, az a plusz juttatás. De viszont, hogyha nincs benne a szerződésedbe, akkor nem tudsz követelőzni. Ez így van. Ha viszont nem írja bele a szerződésedbe, de mégis ad, akkor viszont nagyon jól esik. És ez egy kibúvó. Ugye ellentétben ezzel Ausztriával kötelező a 13. hónapi fizetés is, és kötelező a szabadságpénz is. Tehát ez államilag elő van írva törvénybe. Ez azt jelenti, hogy ott egy picit ebből a szempontból talán előnyösebb a dolog. Viszont nem esik olyan jól akkor a 13. havi, meg a juttatás, mert ugye az benne van a szerződésben. Igen, de hogyha úgy nézed, akkor egy évben kapsz kétszer egy dupla fizetést, majdnem, mert ugye nyáron is kapsz egy szabadságpénz név alatt, uh-huh. Illetve decemberben is kapsz. Nézd, hogyha nyáron, júniusban adnának neked egy plusz fizetést, akkor nem volna a kérdés, hogy elmegyünk nyaralni, vagy nem megyünk jól esik, vagy nem. Igen. Tehát ez ilyen dolog, de ez egy kicsi kitérő volt, hogy Ausztria és Németország közötti különbség, hogy ott, amíg államilag és törvényileg előírva van ez a dolog, az, hogy meddig, az nagyon jó kérdés, de most még így működik. Addig itt Németországban ezek nincsenek törvények, tehát ez minden cégnek a, mondjam úgy, a lelkiismeretére van bízva, hogy ki mit ad, vagy ki mit tud adni, vagy ki mennyire kedves. Másik kérdés, mindjárt folytatjuk ezt, hogy hol dolgoztál. Rengetegen kérdezitek tőlem, hogy hol tanultam meg németül, ugye én elmondtam ebből is a tapasztalatomat. Attila is nagyon jól beszél, persze egyikünk se közelíti meg a perfekt szintet, de meg szeretném tőled kérdezni, Attila, hogy te hol tanultál meg németül? Hát én teljes mértékben a munkahelyeimen. Abból, hogy az emberekkel kellett beszélgetni. Tehát ezért volt az első másfél év nem volt olyan hasznos, mivel ott nagyon sok volt a magyar munkatárs, és a munkában is magyarul beszélgettünk. Viszont miután tehát akkor tényleg elővettem a német nyelvkönyvet, és bogaráztam, és írogattam, és a szavakat, és egyről a kettőre próbáljak lépni, nehéz, nagyon-nagyon nehéz volt. Másfél év után viszont, mikor átkerültem a másik céghez, ahol németekkel voltam körülvéve, úgy felfele, mint mellettem, úgy nem volt más választásod. Ott kézzel, lábbal, ahogy tudtad, és nagyon-nagyon sok rád ragad, hogyha akarsz is mellette. És ha még egy picit mellette kinyitod a könyvet, akkor az óriási segítség, hogy ott van melletted a kollégád, és tőlem minden nap hallod a német szavakat, és hallod a német mondatokat, és hallgattam a rádiót, pedig nem volt kedvem rádiót hallgatni, de mégis hallgattam azért, hogy szokja a fülem az Anzig-Franzigot. Ez tényleg így volt, és néztem a tévét, és azt mondtam, hogy mikor fogok én, mert én angolul nagyon jól tudtam, szóval tudok,
De viszont ugye én, hogy mikor fog én úgy tudni németül, ahogy angolul. Hogy mikor fogom azt megírni, hogy a híradónak 80%-át megértsem, mikor nézem a tévébe. Eljön az idő, csak tenni kell érte. Akkor neked nehezebb is volt ugye angolról átállni németre, mert az angolt már jól tudtad, jól is tudod, és a német ugye az azért más szórendben is. A szórend az más, viszont hát vannak átfedések, ami a szavakat illeti. És az viszont segített. Vannak átfedések. A szórend az természetesen a nyelvtan a németnek az tényleg speciális, aztán főleg ez a derdidás, tehát ha nem születtél itt, az soha nem fogod tudni. Így van. Úgy, ahogy kell. Sőt, merem hangoztatni azt is, hogyha nem vagy ekte Bayernbe született egyén, akkor az ittenieket se fogod teljesen mindig, mert a bajor német az még a némethez képest is speciális nyelv, de hogyha mindent összevetünk, a vég kifejlett az, hogy aki meg akar érteni, az mindig meg fog tudni érteni. Az értékeli azt, hogy próbálkozol, akármilyen keveset is tudsz, de próbálkozol, és aki nem akar megérteni, annak beszélhetsz te akárhogy, ő az első két mondatodból leszűrő, hogy te külföldi vagy, neked akcentusod van, ő akkor utána úgy sem akar veled szóval állni, mert ő nem akar. Pontosan. És aki pedig kedves, és azt mondja, hogy nem érdekli, én értékelem azt, hogy te eljöttél hozzánk, és tanulsz németül, és legalább ennyire beszélgetsz, amennyire beszélget, akkor az mindig meg fognak azok érteni. Tehát itt az embereken is az akarás, a nem akarás. De nem csak rajtunk, hanem rajtuk is. Hogy ők, hogy mennyire akarnak minket megérteni. Ezt jó volt nagyon hallani. Visszatérve a munkáidra, volt ez a kémiai cég, utána eltelt egy év, vagy egy-két hónap még hozzátéve, és utána megint váltottál? Nem. A kémiai cégnél ott 4 éven keresztül dolgoztam. Értem, akkor eltelt ez a próbaidő, a 9 hónap, és akkor megkaptad azt az egész, úgymond régiót, és összességében 4 részleget, 4 évet dolgoztál. Igen. Ott. És utána jött az a döntés, hogy te úgy érezted, hogy váltani szeretnél. Igen. Utána jött megint egy radikális döntés, és hát tudni kell azt a kémiáról, hogy egy kémiai üzemben dolgozni az nem a világ legegészségesebb munkája. Tehát ez mikor egy évben kétszer jön a vállalati, szóval az üzemorvos, hogy minden munkást kivizsgáljanak, annak oka van. Az nem csak azért van, mert éppen a cég nincs, amire költse a pénzt, és megkér egy orvost, hogy jöjjön, hanem annak oka van. És ugye a kémiai üzem, és olyan, tehát vegyszerekkel, mérgekkel, ha éppen nem is kifejezetten méreg, de nagyobb dózisban már viszont annak minősül, az nem egy álom, és annak ellenére, hogy a munka nem volt rossz, a körülmények is adottak voltak, én mégis úgy gondoltam, hogy azért jobb lenne váltani, mert hosszú távon innen nyugdíjba menni nem biztos, hogy a legszerencsésebb választás. De hát ez ugyanígy voltak a termelésben dolgozó munkások is, ott is a fluktuáció viszonylag elég magas volt, mert ezt a munkások is ugyanúgy, mert sőt, a munkás még többet kap ezekből az anyagokból. Tehát az, hogy most maszkba kell járjunk, az annyira nekem nem meglepő, mert voltak munkások, akik már 2018-ban 8 óránként, szóval 8 óra hosszat maszkba kellett dolgozzanak. Vagy éppen teljes fedőbe ventilátorral a hátukon, hogy ne párásodjanak a maszkok, mert olyan anyagokkal dolgoztunk. Tehát akkor ezek viszont olyan tényezők, amik, hát a pénz egy dolog egy munkahelynél, de az, hogy az egészségednek mennyire megy a kárára, az viszont egy komoly tényező. Akkor a váltást az indított el benned, hogy váltani szeretnél, ezek a dolgok, hogy te ennek utána gondoltál, hogy oké, ezek a problémák jönnek elő, nem annyira egészséges ez a munkakörnyezet, vagy már neked is jött elő valami egészségügyi problémád? Nem, egészségügyi problémám nem jött elő. Ez volt az egyik oka a feltételeknél, hogy ez az egészségtelen környezet. De tavaly történt a váltás, az viszont mindenki tudja, hogy a korona nagyon sok iparágat, közt a kémiai iparágat is nagyon-nagyon mélyen érintette, és
egyik napról a másikra nekünk megcsappantak a szerződéseink, nem volt olyan sok munka, nem volt olyan sok tennivaló, bejött a Kurzarbeit, ugye? Rövidített munka, csak hogy értsétek. Ja, igen, rövidített munka, illetve ebből kifolyólag nagyon-nagyon sok minden megváltozott. Természetesen nem voltak fizetéslevonások vagy ilyesmi, de amikor rövidített munkán vagy, akkor bizony a fizetésednek csak egy bizonyos százalékát kapod meg, mert nem a cég fizeti, hanem az állam. És az állam az nem 100%-át fizeti a fizetésednek. Tehát nagyon sok minden összeadódott ott egy bizonyos pillanatban, amikor én úgy eldöntöttem, hogy hát kellene valami olyan irányba tapogatózni, ami picit biztosabb, picit nem függ ennyire a piactól. Mert ugye itt a piac az olyan, hogy amíg az üzletek nyitva vannak, és az emberek járnak vásárolni, addig minden nagyon szép és jó, de egyik pillanatra a másikra, amikor bezárnak a barkácsboltok, és bezárnak a vegyszerüzletek és a festéküzletek, akkor te szerződések nélkül maradsz, mert akkor minden a raktárokba áll. És ez ilyen dolog, hogy ez egy dominó effektus, és valahol valami elkezdődik, és egy bezár, akkor bezár a többi is, így visszavezethető addig a pontig, ahol folyik az előállítás. És természetesen, hogyha a raktár tele volt, akkor tőlünk se kértek semmit, hogy termeljünk nálunk. Tehát több 2020-ban több szemszögöt megvizsgálva úgy döntöttem, hogy inkább nézek valami biztosabbat. Akkor nem lehetett egyszerű, meg könnyű neked is ezt a döntést meghozni, főleg itt a koronának az idejében, hogy találsz majd munkát, mi lesz a következő lépés, hogy alakult ezután az úgymond életed és a munka viszonyod? Hát a munka viszonyom az megszűnt effektív, és utána pedig, hát nehezen. Abban nem gondoltam viszont bele, hogy a korona időszak közepén sokkal-sokkal nehezebb lesz munkát találni, tehát ott én is tévedtem. Így utólag most már azt mondom, hogy jó, de akkor bizony nem voltam ilyen biztos magamban. És nehéz volt. Nagyon sok helyre jelentkeztem, nagyon sok önéletrajzot, nagyon sok jelentkezési lapot elküldtem mindenhonnan. Sajnos nem ön a mi emberünk, sajnos most nem keresünk, a visszautasítások jöttek. Még nem úgy gondoltam, hogy ha már úgyis munkanélküli vagyok, akkor használom ki hasznosan az időt, és beiratkoztam egy német SAP kurzusra, ami tulajdonképpen egy teljes logisztikai kurzus, tehát logisztika A-tól Z-ig, tehát a bevásárlástól egészen az eladásig egy mindent végigkövető folyamat. Nagyon-nagyon pozitívnak találtam, nagyon sokat tanultam belőle. A lényege tulajdonképpen az volt, hogy végre legyen egy német papírom a kezemben. Ez miért volt fontos? Csak hogy így értsétek ti is. Eddig mindig az otthoni papírjaimmal helyezkedtem el, de most úgy éreztem, hogy kevés. Egyszerűen kevés. Az otthoni papírok kevesek. Ez nem úgy van, hogy most én otthon elvégzek tegyük föl egy bank és pénzügy egyetemet, és itt eljövök, és elhelyezkedek a banki szektorba. Aki így gondolkozik, azt most el is felejtheti nagyon gyorsan, mert ez nem így megy. Mert egy, hogy az otthoni diplomáidat azt itt nem úgy ismerik el, ahogy vannak, lefordításuk rettenesen költséges, a jegyeknek az átszámítása az teljesen másképp történik, mint ahogy józan paraszti észre mi átgondolnánk, hogy pikpak, és meg is van minden. Ez éppen nem így működik. És nekem a papírjaim le voltak németre fordítva, a jegyeim nem viszont, de viszont a papírjaim le voltak németre fordítva, de a saját szakmámban nagyon-nagyon kevés cég volt, aki azt mondta, hogy hát esetleg jöjjön be egy elbeszélgetésre. És a végén úgy álltunk föl az elbeszélgetésről, hogy a két álláspont az nagyon-nagyon távol volt egymástól. Tehát nézd, addig, amíg nincsenek igazi német végzettségű papíreid, én nekem az én tapasztalatom, hogy addig mindig egy lépéssel hátrány, egy lépés hátrányba vagy.
és gondoltam, hogy ha megcsinálok legalább egy ilyen 3 hónapos SAP kurzust, azt mondják sokan, hogy hát igen, de ezek a kurzusok olyan, hogy ezen mindenki átmegy, és ezt mindenki meg tudja csinálni. Na, én mondom nektek, hogy ez nem így megy. Tehát mi 22-en voltunk ebbe az osztályban, online kurzus volt ugye a korona miatt, Németország minden feléből voltak Dortmundból, Brémából, Berlinből, innen Ingolstadtból. Volt egy docens, aki adta le az anyagot, és csatlakoztunk minden nap, reggel 8 óra 30-tól egészen délután 16:30-ig. Tehát szünetekkel, de ennyi volt, tehát ez egy teljes munkaidős kurzus volt, mondjam úgy, és online-ba csatlakoztunk, úgy, mintha egy konferencia beszélgetésre, a docens adta le az anyagot, voltak közben is kisebb vizsgák, de azok inkább ilyen szintfelmérő vizsgák voltak, és a végén volt egy nagy szakvizsga. A szakvizsgára kellett egy prezentációt készíteni, azt meg kellett védeni, ez volt a szakvizsgának az egyik része, a másik része pedig maga az SAP-nak az oldalán volt egy elméleti 60 kérdésből álló teszt, olyasmi, mint a jogosítvány teszt, azzal a különbséggel, nem tudom, hogy van, de most a jogosítvány, de nem csak egy válasz lehetett jó, hanem lehetett 4 jó válasz az 5-ből, vagy lehetett, hogy csak egy volt jó, és tehát, és százalékba kellett elérni az eredményt, és 55% fölött volt az átmenő, 75% fölött volt a kitűnő, és 92% fölött volt a szuperjú. Akkor még kaptál az SAP-tól egy plusz kitüntetéses papírt is, hogy igen, ezt nagyon-nagyon szuperül elvégezted. Na, és 22 személy volt a kurzuson, csak hogy nem volt olyan egyszerű, és azért vagyok büszke, hogy ezt el sikerült végezzem, és tényleg sokat tanultam rá, és sokat készültem a vizsgákra, mert a 22-ből mindössze csak 18 személynek sikerült, amiből 4-en voltak ekte németek, akiknek nem sikerült. És én, mint külföldi, sikerre vettem az akadályt, azzal a nyelvtudással, ami mondom messze még mindig a tökéletestől, de mégis sikerre vettem az akadályt, és nekem sikerült. Nem, kitűnő, nekem az volt a lényeg, tehát én egy 68%-ot értem el. Hát azzal maximálisan boldog voltam. De nekem az volt a lényeg, hogy sikerüljön, hogy megkapjam az SAP képesítést. És láss csodát, utána neki fogtam állást keresni, és hát nem mondom, hogy megállíthatatlanul jöttek az ajánlatok, de azért hetente 2-3 komolyabb megkeresés, hogy igen, esetleg jöjjön be, fáradjon be egy beszélgetésre, ami előtte tényleg nem nagyon fordult elő, az utána 180 fokban megváltozott, és a végén oda kerültünk, hogy több helyre biztosra felvettek volna, és akkor már én voltam abban a pozícióban, aki választhatott. Ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, hogy én választhattam ki, hogy akkor végül is hova szeretnék menni. Tehát ennyit jelentett az, hogy volt egy német papírom, amit tényleg itt csináltam meg. Annak ellenére, hogy ugye megcsináltam, és tapasztalatom nem volt benne, csak azt, amit megcsináltam az iskolát, hogy igen, most akkor van. Ez nem titok, egyébként mi mielőtt ezt elkezdtük volna ezt az interjúztatást, én Attilával ugye most egy másfél órát beszélgettem, azért ez nem úgy működik, hogy én megjövök és akkor csak kérdezem. Azért beszélgettünk, megismertem egy kicsit az életét, én is meséltem magamról, és én tudom, hogy ez az SAP vizsga előtt hogy volt a munka megkeresés. Úgyhogy Attila, azt mondd már, légy szíves, hogy mielőtt megvolt ez a papírod, hányan kerestek meg mennyi idő alatt? Mert ezt mondtad nekem. Hát jelentkeztem egy fél év alatt, hát nem mondok biztos számot, de közel 50 munkahelyre. Ketten kerestek meg, és behívtak egy-egy elbeszélésre, de a nézőpontok nagyon-nagyon messze voltak egymástól. Igen, azt mondjuk már el, hogy a vezetői beosztásból
ugye, hogy most úgymond munkanélkül lettél, milyen munkát ajánlottak neked, annak ellenére, hogy benne van az önéletrajzodban, hogy milyen beosztásokban voltál? Mit mondtak neked? Mi? Hát egyszer egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen raktáros segédállást ajánlottak, amikor is a termékeket kellett volna kiszállításra előkészíteni. Komissziós? Tehát, igen, komissziós, ez nem tudom, magyarul pont így van. Hát, szerintem magyarul is így van. Tehát tulajdonképpen össze kellett a termékcsomagot állítani, hogy akkor azt tudják, hogy ez a kamion, akkor majd ezt kell kivigye. Az ilyen jó sok futással, jó sok fizikai pakolással járó munka lett volna, illetve volt még egy, ott, hát igen, ott is egy ilyen lakkozóba segédmunkásnak kellett volna menni. Úgy éreztem viszont, hogy most én többet tudok annál, hogy én most ezt elvállaljam tényleg. Tehát oké, hogy nincs munka és kell a pénz, de azért az emberbe, ha van egy egészséges énkép kialakulva, akkor viszont van egy szint, amit azt mondja, hogy oké, hát eztán én ennél többet érek. Tehát nem várhatod el, hogy egy orvos, ha munkát keres, akkor elmenjen raktárosnak. Érted? Tehát ő másra tanult, és más a végzettsége. Tehát anélkül, hogy nagyképűnek tűnnénk, de ezt kell lássa mindenki, hogy valahol mélyen legbelül mindenki kell tudja, hogy mire képes, mik az ő adottságai, mik az iskolái, stb. És hogyha most egy jó könyvelő vagy, akkor nem fogsz kijönni Németországba azért, hogy autókat takaríts. Így van. Tehát akkor egy jó könyvelő az otthon is meg kell tudja teremteni a megélhetését, aki tényleg jó. Ez ugyanúgy van, hogyha otthon te egy vasöntődében segédmunkás vagy, akkor ne várd azt el, hogy kigyere ide Németországba, és itt egy vasöntődében pedig váltásvezető legyél, mert ez nem fog működni. Tehát ez nem, tehát kell tudni körülbelül, hogy hova lőd be magad. És nem szabad, mivel hogy arról szól minden állásinterjú, hogy mennyire adod el magad, nem szabad magad túl fölértékel, de azért leértékelni is ez alatt magad. Tehát azért nem kell nagyon meghunyászkodni sem, mert azt mondod, uram, nekem van egy minimum, és én abból nem szeretnék elengedni. Tehát és most itt a minimum, azt most nem arról beszélgetünk, hogy hú, most nem tudom, 3000 eurós fizetés. Igen, céges autó, céges telefon, meg ezek. Igen, tehát nem ilyen minimumról beszélünk, tehát né, uram, én eljövök önnek segédmunkásként dolgozni, hogyha nekem azt mondja, hogy van egy perspektíva, hogy egy fél éven belül akár váltásvezető is leszek. Hogyha úgy teljesítek, ahogy elő van írva. Na, tehát ezért mondom, hogy így akkor lehet. Ha nem, akkor... Na, tehát ez az én kép, ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy mindenki egy picit tisztában legyen azzal, hogy körülbelül mit is érek valójában, hova is lövöm be magam. Mert ha nem, hatalmas csalódások érhetnek negatív, illetve pozitív irányba, de főleg negatív. És akkor megtörtént ez a kettő úgymond munkafelajánlás, ugye 50 helyre elküldte az önéletrajzodat, volt ez a kettő megkeresés, és ezután elvégezte ezt az SAP kurzust. Igen. És mivel erről is már beszélgettünk, azt is mondd el, légy szíves, hogy mennyi helyről kaptál lehetőséget? Ez hát a sok, tényleg sok helyről. És nem tényleg ég és föld volt a különbség a megkeresések az SAP kurzus előtt, illetve az SAP kurzus után. Tehát egy hónap alatt bőven láttam már magam előtt körvonalazódni azokat a munkahelyeket, amelyek szóba jöhetnek. És mondom még egyszer, itt a nagy pozitívum az volt, hogy már én voltam abban a helyzetben, hogy esetleg én választok. Tehát olyan tényleg voltak olyan cégek, hogy tényleg szeretnénk, ha hozzánk jönne. Tehát konkrét az első interjú után már konkrét ajánlatot küldtek e-mailbe, hogy itt volna egy szerződésről, egy előszerződés másolat esetleg olvassa át, és tényleg szeretnénk, ha ön hozzánk jönne. És ilyenből volt a végén, mert kivártam, és ilyenből volt a végén 5 biztos. 5 biztos, és aztán végül is úgy alakult, hogy pont az ötödikre, az utolsóra, amelyik a legutolsóra jött, arra bólintottam rá. Megérte várni.
Hát igen, igen, tehát mindegyiknél, ugye, mikor te választhatsz, az már egy hatalmas pozitívum, mert akkor már azt nézed, hogy melyik milyen messze van, mert a pénz, az mindig tegyük hozzá, hogy a pénz mindig egy munkahelyénél csak egy szempont. Tehát volt egy nagyon jó ajánlat egy olyan cégtől, amelyik szolárpanelek szerelésével foglalkozott. Nagyon-nagyon jó volt az ajánlat, amiért viszont nem ők kerültek nálam az első helyre, az volt, hogy a cég csupán 8 éve létezett. Nem éreztem azt, hogy igen, ez egy régmúlt cég, ebbe akár innen, akár aztán a nyugdíjba is el tudunk menni, mert munka szempontjából ezek az ajánlatok között olyan nagy különbség nem lett volna, mert minden lehetőség valamilyen szinten egy vezetői beosztást kínált, de viszont akkor már ilyen dolgok is játszottak, hogy melyik cég mennyi idős, melyik cégnél az elbeszélgetés alatt mennyire volt szimpatikus a tulaj, melyik cégnél kisebb a fluktuáció, felmész a Google-re, utána nézel a cégek után, másoknak mi a véleménye, hány csillagosok a cégek. Ez nagyon fontos. Tehát a Google-re bárki bármilyen értékelést itt, igaz, sokszor becsapós is lehet, mert van egy csomó rossz akaród, megbombáznak, hirtelen az 5 csillagból 3 lesz. És akkor azt mondják, hogy hát igen, ez egy megbízhatatlan. De azért mégis, az is egy pont, hogy tájékozódjál. Én ezt is kihasználtam. Tehát én a cégek után tényleg komolyan utána néztem az interneten, és nem csak a honlapjukat néztem meg, mert ott minden cég dicséri magát. Ugye? Hanem amit kaptam, ugye van a Xing, ha ismeritek. Én nem a Xing, ez egy ilyen olyasmi, mint a Facebook, de ez főleg cégeknek van kialakítva. És oda is, mint privát személy is regisztrálhatsz, és ha egy cég regisztrálva van, akkor bizony nagyon sok véleményt találsz ezen az oldalon is rajtuk. Tehát te utána nézel az úgymond social médiában a cégek után, akkor megnézed a honlapjukat, megnézed, hogy mit írnak róla csak úgy átlagba az interneten, akkor plusz a személyes benyomásai. Tehát lukrafugni lehet, így is, úgy is, csak talán így az esélyeket egy picit tudod minimalizálni. Na, tehát ez olyan, hogy mintha autót szeretnél venni, tudod, hogy kívülről minden szép, minden jó, elmész, megnézed, nagyon jó, de még akkor sincs kizárva, hogy nem futottál lukra, mert megveszed, és egy fél év múlva előjön egy olyan motorbaj, hogy a végén azt mondod, hogy hát ez nem volt egy jó üzlet. Tehát ez mindig benne van. De azzal, hogy minél több információt gyűjtesz az adott területről, azzal ezt a rizikót talán tudod egy picit csökkenteni. És akkor megkaptad ezt az 5 ajánlást, hál' Istennek vártál, jött ez az 5., és igazából ennél maradtál. Félreértés ne essék. Próbálunk úgy beszélni, hogy ebből Attilának semmi gondja ne legyen, így is nagyon hálás vagyok, hogy ennyi mindent elmond és segít. Amennyit lehet, légy szíves, mesélj már akkor a mostani munkahelyedről, ugye, mert ez az 5., amit választottál, ez az, ahol most is dolgozol. Igen. Hát a mostani munkahelyem az tulajdonképpen egy nagyon-nagyon egyszerű, így kimondva, mert ez a Bauleiter, az tulajdonképpen ilyen építésvezetői pozíció, és egy olyan cégnél helyezkedtem el, amely hálózatra köt be házakat, gáz, illetve villany. Ezt most rosszul mondtam megint. Tehát hálózati gáz és villany bekötésekkel foglalkozik. Tehát azt jelenti, magyarra lefordítva teljesen, hogy építesz egy új házat, és azt rá szeretnéd kötni a villanyhálózatra, akkor a mi cégünk kimegy, nem csinál semmi mást, csak a házba beviszi a villanyt. Azt, hogy a házba aztán a villanyt azt hogy oldjátok meg, az már nem a mi dolgunk. Mi csak bevisszük a fővezetékről az áramot a házba. Ugyanezt csináljuk a gázzal is. Tehát te azt mondod, hogy eddig olajjal fütöttél, most át szeretnél állni gázfűtésre, és mi a fővezetékről, a városi fővezetékről bevisszük a házatokba a gázt. És ott
ráteszünk egy csapót, lezárjuk, kész. Aztán, hogy a fűtést te tovább hogy oldod meg, milyen kazánna vagy, azt már a fűtésszerelőkkel te privát intézed. Mi tulajdonképpen csak ezt. Természetesen ebbe az is benne van, hogyha pont netalántán nem az utcátokba megy el a gáz, cső, hanem a másik utcába, akkor kibővítsük a gázvezetéket is azért, hogy hozzátok be tudjuk vezetni a gázt. Tehát és egy ilyen cégnél vagyok építkezés vezető. Tehát, itt ennél most természetesen nem muszáj összegekről tudunk beszélni, vagy inkább ne? Nem, tehát itt most már, hogyha az ember tényleg, hogyha minden áron már összeget akar nézni, akkor akár be lehet írni a Google-be is, hogy Németországban miket keresnek ilyen pozícióba emberek. Én inkább most erről nem beszélnék, mivel hogy ez az aktuális, a régiekről nem volt semmi probléma beszélni, mert az már rég volt, elmúlt. Ahogy szokták mondani, igazság volt, pedig ez igaz volt. És, de a mostani az maradjunk úgy, hogy mivel hogy ez egy élő információ, ezt most ne osszuk meg a nézőkkel. Annyit esetleg elmondhatunk, hogy azért bőven több, mint az utolsó munkahelyed? Nem. Tehát nem. Tehát elmondhatjuk, de viszont nem. Nem több sokkal. Természetesen az ember, mikor lép, akkor mindig előre szeretne lépni, viszont annyit elmondhatunk, hogy nem feltétlenül a fizetés több, hanem egy, hogy ez egy olyan ágazat, ami a koronavírustól vagy bármilyen járványtól nem látom azt, hogy nekünk ettől kevesebb lenne a munkánk. Tehát egy biztosabb ágazat. A második szempont az, hogy itt már teljesen mások a körülmények, abból a szempontból, hogy a fizetés mellett olyan juttatások vannak, mint például egy cégautó, ami hatalmas segítség a mindennapi életben, mikor nem a saját autódat kell hurbuljad, hanem egy cégnek az autóját úgy, hogy azt még privát felhasználásba is magadévá teheted. Tehát ez komoly. Mert általában ugye a cégeknél ez úgy van, hogyha ti kaptok egy céges autót, az meg van szabva, hogy a munkahelyről haza, otthonról munkába bejárhatsz, nem használhatod mondjuk bevásárlásra, vagy arra, hogy elmenj edzőterembe, vagy akár haza Magyarországra, és ugye Attila ezzel arra céloz, hogy amit ő most használhat céges autót, igazából az privát felhasználásra is igénybe veheti. Igen, természetesen ennek van egy ára, mert ezt egy cég se adhatja ingyen, tehát ennek az az ára, hogy általában ez a bevett szokás, hogy amennyibe kerül az az autó, mert általában az ember mindig új autót kap, amennyibe kerül az az autó, annak az 1%-át vonják a bruttó fizetésedből. Az elég korrekt. Ezt fordítsuk le magyarra, ez úgy működik, hogyha mondjuk egy új autónak az ára 30 ezer euró, akkor te a bruttó fizetésedből, és hangsúlyozom, azért fontos, hogy bruttó fizetés, mert az te olyan körülbelül felét érzed meg azt nettóba annak a pénznek, tehát akkor 300 eurót levonnak a fizetésedből, a bruttódból, és cserébe viszont nem kell az autóba tankolj, nem kell a szervizeltetés fizessed, annyi dolgod van az autóval, hogy karbantartsd, abból a szempontból, hogy tisztítsad, mossad, mikor szükséges, illetve cserében, ha éppen szabadságra készülsz a Horvátországba is, ezzel az autóval szeretnél menni, akkor nem kell senkit sem megkérdez, hanem beülsz és mindegy családi autóval mész. És az üzemanyag is akkor benne van ebbe az úgymond törlesztő részletbe, akkor az üzemanyagot csak kell hozzászámolnod. Ez már cégenként változik, normális esetben nem kell hozzáváltozni. Vannak cégek, ahol adnak egy tankolókártyát, és akkor megmondják, hogy akkor te ÖMV kutaknál tankolhatsz ezzel a kártyával, de légy szíves csak ott tankolj, mert velük szerződésünk van, vagy éppen mondjuk egy JET kutaknál tankolhatsz mondjuk. Illetve van olyan, hogy azt mondja, hogy ennél a cégnek van saját benzinkútja, és akkor azt mondja, hogy ennél a benzinkútnál igenis tankolhatsz, ingyen, bármennyit, de ha mondjuk elmész szabadságra, akkor előfordulhat, hogy mivel az a benzinkút nincs ott, akkor előfordulhat, hogy zsebből egy-két töltést te kell állj, de hát ez nem a világ vége, mikor az autó így is úgy is
neked semmiféle kiadás nem jelent. Azt a mindenit. Hú. Hát fiúk, lányok, nem tudom, mit fűzhetnék hozzá még ehhez. Le vagyok döbbenve ezeken az információkon. A másik dolog az, hogy annyira örülök, hogy Attila ezeket mindet elmesélte nektek, nekem is, mivel, ahogy mondtam is, az előző videó, vagy a legelső videó, amiben ugye én a saját fizetésemről beszéltem, az egy úgymond hatalmas kommentáradatot indított el, hogy ők ennyire nem jönnének ki dolgozni, hogy csak ennyi a pénz, ő ennyit keres, ő annyit keres. Attila, azt mondd már még el, légy szíves, hogy hogy van az, hogy amit már nekem ugye az előbb már elmeséltél, hogy valaki jön, és úgymond arcoskodik, hogy ő havi 3000 eurót keres, hogy ez, mert ugye Attilával ezt megbeszéltük, hogy hogyan is történhet ez, hogy valaki ennyit Nézd, keres? Én nem mondom, hogy ez lehetetlenség, mert mindig van kivétel, és lehet, hogy valaki egy nagyon jó szakember valamibe, és egy ismerős által bekerül egy olyan cégbe, hogy nem tudom én mondjuk példának, orgonnal heggesztenek, sőt tényleg egy nagyon jó heggesztő szakember, aki, és tényleg meg tudja keresni azt. De nem ez a jellemző. És itt ez a probléma, hogy nagyon sokan beszélnek, és ahogy szoktuk mondani, kövéren engedik el a szavakat. Tehát az azt jelenti, hogy a jellemző az az, hogy kijössz Németországba általában szaktudás, nyelvtudás nélkül, és úgy, ahogy te mondtad, egy Zeitarbeit firmán keresztül, vagy éppen direktbe, de egy segédmunkás pozícióba, és nem fogsz többet kapni, mint 1200-1300 euró. Ez a valóság. És ez az embereknek, ez a trend 90%-ban ez a jellemző. Az, hogy 10% van kivétel, azt én aláírom. De azt is tegyük hozzá, hogy aki nekem azt mondja, hogy én kint dolgoztam 3 hónapot Németországban, és kerestem havi 2500 eurót, attól nagyon-nagyon gyorsan meg kell kérdezni, hogy mit dolgoztál, hány órát dolgoztál havonta, szombat-vasárnap kellett-e dolgozzál. Mert hogyha ő keresett 2500 eurót havonta, és ő dolgozott 200-220 órát havonta, és le volt hajolva, és ebbe a napi 10-12 órába spárgát szedett, akkor én aláírom, hogy megkereste azt a pénzt. Élete mellette nem volt, de ezek olyan munkák, amit nem lehet hosszú távon csinálni. Tehát ez kimegyek egy szezonra, megnyomom, nem érdekel se Isten, se ember, lehajolok a spárgaföldön, megnyomom, menni úgy sem mehetek sehova, mert reggeltől estig dolgoznom kell, költeni úgy sem költhetek abból a pénzből semmit, konténerbe ellakok, a Lidlbe megveszem este a kicsi szalámimat, s a kicsi csirkemellemet, s azt megeszem. Ez így lehet. Ezt így aláírom. De az, hogy mikor már itt élsz, és élni az ember úgy szeretne, hogy ne a munka tegye ki az életének a 90%-ot. Az a 90%-át, hanem élni az ember úgy szeretne, hogy dolgozok 8-9 órát, utána hazajövök, vagyok a családdal, hétvégente elmegyünk egyet a tóhoz, megütünk egy grillt, az ember egy kicsit így szeretne élni, hogyha. És ezek így viszont ezek a fizetések, amik sok, amiről sok fiatal beszél, hogy hát Szabi, gondolta át, jó lesz a videót, mert én kezdő villanyszerelőként Németországba 2400 eurót kerestem, és akkor utána ide odaírta, hogy igaz, heti 56 órát dolgoztunk. Hát ez így reális. Szóval te nem kell átgondolod azt a videót, mert ő a 40 óra helyett 56 órát dolgozott. Azon nincs amit átgondolni. Akkor ő azt jelenti, hogy ő 4 hét alatt 5 hetet dolgozott a hónap végén. És hogyha 4 hét alatt 5 hetet dolgozol, akkor meg is kaphatod azt. De hogyha visszavesszük, és arányosan visszaszámolunk az 5 hétből, csinálunk megint 4 hetet, és visszaosszuk az összegeket, akkor kijön, hogy hát igen, viszont 160 órára ő se kapott volna többet. Így van. Ez így működik. Ez nagyon jó, hogy ennyire tiszta vizet öntünk a pohárba, mert tényleg annyi, nem azt mondom, hogy negatív komment jött, de olyan komment áradat indult be tényleg, amit egyszerűen nem bírtam felfogni,
és azért is jött ez az ötlet, hogy keresek embereket, akik tudnak ebbe segíteni, tényleg, hogy kinyissuk úgymond a szemeket, és láthatjátok, hogy ez nem az én tapasztalatom, ez mind Attilával történt, ez Attilának a véleménye, ezt én ugyanígy gondolom, és remélem, hogy tetszett ez a videó, és az információ is, amit Attilától hallottatok, és egy kicsit tényleg reálisabban tudjátok látni azt, hogy milyen is itt kint Németországban, mert tényleg nem úgy van, hogy kijön valaki, nem tud német nyelvet, semmihez nem ért, és ő rögtön 2-3 000 eurós fizetést akar, ez nem így működik. Attilától hallottátok, az ő első fizetése 1200 euró volt a kezébe, úgy egyébként ő ezt még nem mondta nektek, hogy ő neki van végzettsége. Én végzettség nélkül jöttem ki, nyelvtudás nélkül, 5 szót tudtam összesen, és az első fizetésem volt 1100 euró, amiből 750 vagy 730 eurót kaptam a kezembe. Ez nem úgy működik, hogy te kijössz, vagy akárki kijön, és akkor úristen több ezer eurót keres, mert ezt már említettem, kijönnek az emberek, ledolgoznak 3 hónapot, Attila megmondhatója, bemész a bankba, megvan a fertrágod, a szerződésed, mondod, hogy venni akarsz egy autót 15 ezer euróért, akkor megmondják, hogy jó, havonta 200 euróval törlesztetted, megkapod a pénzt a számládra, megveszed az új autót. És ahogy már mondtam is, rengetegen kijönnek, belízingelik az autókat, hazamennek Magyarországra, és az történik, hogy ők azt mutatják, hogy én ennyi pénzt keresek, annyi pénzt keresek, fú, új iPhone-om van, ezt nézzétek, fú, mennyi pénzem van. Komolyan, kérdezzétek meg Attilát, bemész a Saturnba, egy új iPhone-t kérek. Tudod, mit mondanak? Parancsolj havonta 50 euró. Semmi más. És mit csinálnak az emberek? Hazamennek, és mindenhol azt mutatják, hogy ők mennyit keresnek, és ezek után kommentálnak a videóm alá olyan dolgokat, hogy ők ennyire ki se jönnének dolgozni, ők ennyit keresnek, ők annyit keresnek. Úgyhogy ezeket a dolgokat muszáj egyszerűen tisztába tenni, mert nem minden esetben igazak. Van az a lehetőség is, amit Attila elmesélt nektek, hogy spárgát szedsz, útépítő vagy, napi 12-3-4 órában 40 fokba aszfaltozol, oké, ott lehet 3-4 ezer eurót is keresni, nincs életed, tönkremész egészségügyileg, nem tudsz költeni, az nem élet egyszerűen. Persze van az, amit beszéltünk, kijössz, megtolod 1-2 évet, tényleg oda teszed magad, nem figyel semmire, nem érdekel semmi, esetleg veszel egy autót készpénzre, vagy egy lakást, vagy akármi, de ezt nem lehet hosszú úton, hosszú távon ezt csinálni, és nem lehet azzal összehasonlítani, ahogy én kezdtem meg, amit én csináltam. Úgyhogy nyugodtan kommenteljetek a videók alá, itt semmi nincsen, hogy én megszabjam, hogy te ezt nem írhatod, ezt nem mondhatod. Én mindig szeretem, hogyha írtok, szeretem a saját tapasztalataitokat hallani, viszont igyekszem egy kicsit segítséggel tisztába tenni ezeket a dolgokat, hogy pontosan hogyan is működik itt kint Németországban. Amit még el akarok mondani, ez az én tapasztalatom, ez Attila tapasztalata. Persze van olyan, aki kijött és azonnal 4000 eurót keres, biztos van ilyen is, viszont azért a bevett szokás, vagy a bevett dolog az, amit mi is most így elmesélünk nektek. Úgyhogy Attila, szerintem meg szeretném neked köszönni ezt a segítséget, hogy elmagyaráztad, elmondtad, köszönöm, hogy beszéltél a munkahelyedről, a pénzről, amiről ugye rengetegen írtok, hogy nem lehet beszélni Németországba pénzről. Attila megmutatója, ha egy magyarral találkozott, tudod mivel kezdi? Mióta vagy kint, hol dolgozol, mennyit keresel, be tudsz-e juttatni? Ez tényleg így van, és ilyen nincs, hogy nem beszélünk Németországba a pénzről. Persze egy idegennek nem mondod el, de ugyanúgy Attilának beszámoltam a YouTube bevételemről, arról, hogy mennyit kerestem, ez nem titok. Az, hogy erről az emberek nem beszélnek, pont azért, mert kiderül, hogy aha, közel se keres 3-4 ezer eurót, mint ahogy ő azt előadja, ezért nem szeretnek erről beszélni az emberek. Ezért van ez a dolog, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy... Nagyon szívesen. Ne haragudjatok, lemerült a kamerának az akkumulátora, annyira belemerültünk ebbe a beszélgetésbe. Új akkumulátor van bent, minden rendben van. Nem akarom túlragozni ezt a dolgot, amit én elkezdtem nektek most úgymond mondani, meg elnézést kérek ezért az indulatért, vagy ezért a hevességért, ahogy most beszéltem, de egyszerűen tényleg fáj az, hogy emberek olyat állítanak, ami nem igaz, olyat mutatnak, ami nincsen, és emiatt ez dühít, és ilyenkor kicsit magával ragad a hép, úgyhogy elnézést kérek, tudjátok, hogy mindig nyugodt vagyok, meg jókedvű, most is jó a kedvem, csak egyszerűen, mikor ilyen témáról beszélünk, vannak ezek az érzelmek, amik elragadnak, viszont Attila emlékeztetett most, hogy azt ne felejtsem elmondani, hogy mi ugye a Bajor régióban vagyunk, inkább átadom a szót még erre a kis időre, hogy
Tulajdonképpen csak annyit szerettem volna, hogy azt azért hangsúlyozzuk ki, hogy ez a mi tapasztalatunk, ez két közel azonos szemszögből bemutatott nézőpont, ez a miénk. És ez itt történik az egész Bajorországban. Ugye itt vagyunk Ingolstadt, Bajorország közepe, tehát azt, hogy mi van Hamburgban, vagy Hannoverben, vagy Berlinben, azt mi nem tudhatjuk. És nem is foglalunk állást a dolgok mellett, mert nekünk itt van tapasztalatunk, mi ezt látjuk, és mint kiderült, én azért jelentkeztem tulajdonképpen Szabi neked a videódra, vagy erre a segítség nyújtásra, mert én láttam az első videódat, és nagyon tetszett, hogy mennyire őszinte volt, és hogy mennyire reális volt. És engem is nagyon-nagyon zavar, mikor két lábbal a földtől elrugaszkodott emberek olyan számokkal, olyan összegekkel dobálóznak, hogy azt mondom, hogy hát te hallod? Hol? Mikor? De akkor mondd el a részleteket, mondd el, hol lehet annyit keresni, hallod, mert akkor meg én is, és akkor én is nagyon szívesen csinálom azt. De a legtöbb esetben ez aztán kiderül, hogy ez egy nagy humbuk. Vagy a háttérben ott van a 220 havi óra, és a 14 napi ledolgozott munkaóra, és akkor egészen más megvilágításba helyeződnek ugyanazok a számok. Mert így kimondani csak, hogy te én 2500-2600 eurót keresek, az úgy nagyon-nagyon szép. És én nem is még egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy ha egy ügyes ács vagy, és eldolgozol egy cégnél 2-3 évet úgy, mint ács, miért ne kapnád meg? Mert ez nincs kőbevés, vagy nem kaphatod meg. Sőt, de nem az, aki kijön, és egy fél év után ilyen számokkal dobigálózik. Tehát itt ez a hatalmas különbség. Igen. Ezt akartam igazából elmondani, csak így egyszerű volt Attilának a szavait úgymond meghallgatni, mert azért tegyük hozzá, hogy ő bőven idősebb, mint én, azért több tapasztalata van, ahogy halljátok, jobban is tud úgymond beszélni, mint én. Majdnem hiszem. Szerintem, fiúk, lányok, lezárom itt ezt a részt, úgy terveztem, hogy elköszönök, aztán majd az autóba befejezem, de Attila is nyitott, meg ugyanúgy olyasmi karakter, mint én, úgyhogy szerintem együtt lezárjuk ezt a videót, hogyha neked is jó, és tényleg még egyszer köszönöm, hogy segítettél, a hogy részben. Meghívtál, engem is meghívtad a nézőket, és ide az otthonodba, aztán nem tudom, szerintem úgy is tartani fogjuk a kapcsolatot, főleg, hogy tényleg ugyanolyan beállítottságúak vagyunk, és remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha van véleményetek, nyugodtan írjátok le alul a komment szekcióba, mindet el szoktam olvasni. Tényleg írjátok le, hogy nektek mi a tapasztalataitok, azért is, hogy ne csak az legyen, hogy a mi véleményünket és mi velünk történt dolgokat lássák az emberek, hanem a tiéteket is. Nyugodtan, hogyha tényleg van valami, írjátok le. Más nem is tudom nagyon, hogy mit mondhatnék. Köszönöm egyszerűen, hogy itt vagytok és hogy nézitek a videókat. Köszönöm mindenkinek, aki csak megnézi a reklámokat a videóimban, mert egy hatalmas nagy segítség. Szerintem zárjuk le itt ténylegesen a videót, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki itt van. Legyen gyönyörű szép reggeletek, estétek, délelőttötök, délutánotok, hét eleje, hétvége. Attól függ, hogy ki, mikor nézi a videót. Sziasztok! Hello!